Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Az orvosokban, tudósokban és tanárokban bízunk a leginkább, ez derül ki az Ipsos 28 országban végzett nemzetközi kutatásából. A negyedik helyen a fegyveres erők, az ötödiken a rendőrség munkatársai találhatók. A tanárok helyzete azért érdekes, mert a pedagógus szakszervezetek összefogva próbálják elérni, hogy nagyobb elismerést, béremelést kapjanak. Totyik Tamást, a PS alelnökét kérdezzük. Aki már itt van velem a vonalban, Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt minden kedves hallgatónak is. No, csak előre mondom önnek, hogy majd nem sokára elmegyünk egy rövid reklámszünetre, de aztán utána majd folytatni fogjuk a beszélgetést. No, de először is mit szól ez az eredményekhez? Szép, a harmadik eredményt érték el a pedagógusok. Megmondom őszintén, meglepett, mert a pandémia idején azért nem volt ekkora lelkesedés a pedagógusok irányába, miután a tantermen kívüli oktatást elrendelték. Mire gondol, hogy nem volt akkora lelkesedés, vagy mire mondja ezt? Hát elég sok kritika érte a kollégákat, amikor az online oktatásra át kellett állni, hogy nem értékkel felkészületlenek voltak, ami teljesen igaz egyébként, teljesen felkészületlen volt a pedagógus társadalom az átállásra. És hát azért legyünk őszinték, a miniszterelnök úr is meglovagolt ezt a pedagógus ellenes hangulatot, amikor ez a tantermen kívüli oktatás megindult, és akkor a bértárgyalásokon úgy kikacsintott a szerepköréből, és a társadalom felé odaszólt, hogy hát azért nem dolgoznak annyit a kollégák, mint amennyit ők szeretnének. Egyébként ez egy nemzetközi lista, és ott is a középmezőnyben vagyunk ezzel kapcsolatban, mármint Magyarország. Azt is egy jó eredménynek tartja? Hát az adott helyzethez képest kimondottan jó eredménynek tartom. Ha a megbecsülést nézzük, akkor még azt érzékeljük, de ez nem egy objektív mérésen alapuló, csak tapasztalati tényeken, hogy minél kisebb egy település, annál nagyobb szerepe van a pedagógusnak, annál jobban tudja a közvéleményt befolyásolni. Nagyon sok helyen kevés értelmiségi körbe tartozik, ezért a véleményére adnak is, és oda is vigyelnek. Nem véletlen, hogy a politika ezt a mezőt próbálja kisajátítani, illetve például egy iskolaigazgató választásánál is a politikai szempontok nagyon sokszor szerepet játszanak, pontosan ezért, mert a helyi társadalomban azért egy kis településen a pedagógus egy nagyon fontos véleményformáló személyiség. Na, ahogy én kezdtem, elmegyünk most egy rövid hírekre, de aztán maradjon velünk, mert folytatjuk és beszélgetünk még sok minden másról. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szőlősi Györgyi. És már is folytatjuk Totyik Tamással, a pedagógusok szakszervezetének alelnökével. Jó reggelt, köszönjük a türelmet, mennénk tovább. Jó reggelt, köszönöm én is. No, az imént a Romániában zajló tragédiáról beszélgettünk a járványhelyzet miatt. Kérdezném erről is, az hazai helyzetről. Jövő héten szünet, őszi szünet, a járvány szempontjából ez most egészen biztosan jót tesz. Mi a helyzet az iskolákban? Miről tud nekünk beszámolni? Romlik-e a helyzet? Megítélésem szerint romlik. A bezárt intézmények, illetve a tantermen kívüli oktatásra elrendelt osztályoknak a számának a növekedés ezt egyértelműen mutatja. Mennyi viszont ez nagyon... az? Tudja most, hogy mennyi? Mi hát, nem tudjuk. Nagyjából olyan 5% körül van az érintett intézményeknek a száma. Tavaly ilyen időtájt 6-7% körül volt, tehát ez a hasonló értéket mutat. Ami viszont aggasztó, hogy nincs tesztelés a gyerekek körébe. Nem tudjuk azt, hogy most sima torokgyulladás és megfázással, vagy a COVID következtében betegednek meg. Van egy ilyen enyhe hányásos hasmenéses járvány is az intézményekben, tehát eléggé zavaros, hogy nem tudjuk, hogy melyik megbetegedésbe szenvednek a gyerekek. És bizonyos szülők a munkahelykényszer miatt vissza is küldik nagyon sok esetben betegen a gyerekeket. Azt tudja esetleg, hogy ezek az iskolák, vagy az érintett iskolák, osztályok az országban merre vannak? Fővárosban inkább, vagy ha már Romániát említettem, nem tudom, határmenti településeken, vagy erről nincs információ? Szétszórtan az országban, tehát nincs földrajzi koncentráció, vagy legalábbis amivel mi ismeretekkel rendelkezünk, ezt szeretném hangsúlyozni, tehát ez nem
A védekezés szempontjából mit szeretnének egyébként, vagy hogy működik most, hogy lehetne ezen segíteni? Most ugye a klik mondja meg, hogy mit kell csinálni, vagy dönthet az iskolaigazgató, hogy mérje például a testhőmérsékletet, vagy bevezet maszk használatot? Vagy ezt az intézményvezető dönti el a bezárásokat, illetve a hazaküldéseket. Az NNK és a Klebersberg központ vezetői közösen döntik el, hogy ez, illetve az oktatási hivatal, bocsánat, ezek közösen döntik el, hogy akkor milyen lépések történjenek. Egyébként mi azt szeretnénk, ha Ausztriához hasonlóan folyamatosan hetente tesztelnék a gyerekeket és a pedagógusokat, és ott, ahol egy megbetegedés is van, ott 4-5 napra azonnal bezárják az iskolát. Szerintem sokkal olcsóbban megúsznánk ezt a helyzetet, ha a csirájával el tudnák folytani a vírusnak a terjedését. No, más, tegnap Gulyás Gergely azt mondta, hogy a pedagógus béreket emelni kell, és a kancellária miniszter többször is egyeztetett a pedagógus szakszervezetekkel. Ő ezekre pozitívan emlékszik. Ön hogy emlékszik ezekre? Hát a fogadtatás a miniszter úr részéről, bár ez másfél évvel ezelőtt volt, vagy egy évvel ezelőtt, pozitívnak pozitív volt, csak hát azóta semmilyen szándékot és akaratot nem láttunk. Volt már, mikor az államtitkársággal, az EMI államtitkárságával szóban megállapodtunk, aztán mire a miniszteri tanácsülésre került a sor, ott akkor elmeszelték a dolgot, tehát ez nem a felső szinteken nincs ebbe megállapodás és támogatás a kormány részéről. Ugye azt mondta, lesz béremelés, de hogy mennyi, azt nem mondta. Amikor sztrájkbizottságot alakítottak, ugye egy másik szakszervezettel közösen, akkor azt mondták, hogy azonnali béremelést szeretnének. Erről most szó sincs, januárról van szó. Mit szólnak ahhoz, hogy januártól lesz béremelés? Mi szeretnénk továbbra is szeptembertől, de hát lássuk meg a kormány ajánlatát, hogy egyáltalán mit mond, mert a 10%-os ajánlat az nevetséges és megalázó, mert ez a 10%-os béremeléssel még mindig azt érné el a kormány, hogy egy 5 éve pályán lévő pedagógus kollégánk garantált bérminimumon lenne alkalmazva, vagyis annyit keresne, mint egy 17 éves szobafestő. Félreértés ne essék, nem a szobafestő bérét sokallom, hanem a pedagógusokat tartom megalázónak, hogy diplomás embereket minimál béren tartom. Ugye a 10% megalázó, mennyi az, ami elégséges vagy jó lenne önök szerint? Hát én három részre bontanám a bérkérdését. Ugyanis a bérkérdéssel nagyon szorosan összefügg a pedagógusoknak az elvándorlása, illetve a pályára állásának a kényszere. Ugyanis azt tapasztaljuk, hogy tavaly 2000 pályakezdő lépett valamilyen pedagógus szakmára vagy szakra az oktatás és nevelési intézményekbe, ez 3 évvel ezelőtt 8000 volt. És abból a 8000-ből 2700 vagy 2500 maradt a pályán, amikor a minősítő vizsgát le kellett tenni. Tehát ez egy hihetetlenül nagy elvándorlás és munkaerő fluktuáció. Tehát ezt meg kell állítani, mert egyébként padlóra fog kerülni a közoktatás. Sajnos lejár az időnk, úgyhogy egy számot nagyon szeretnék kérni, hogy mivel lehetne, mekkora béremeléssel lehetne ezt vajon megállítani? Az elvándorlás megállítását legalább egy 60-70%-os béremeléssel. 60-70%? 30-ról hát, volt korábban szó. A 30% az arra elegendő, hogy a garantált bérminimumra, a tábla szerinti bérbe felzárkóztassák a pályakezdő fiatalokat. Ma egy diplomás pályakezdő 360.000 forinttal kezd átlagban, egy pedagógus 230.000 forinttal, úgyhogy ebben van 20% szakmai pótlék, és még a bérét ki kell egészíteni a minimálbérre. Tehát ez így nem fog menni, és a fiatalok be is áraszták a pedagógus pályát. Világos, ajánlom, azért lepett meg ez a 60-70%, mert korábban tényleg a szakszervezet, ha jól emlékszem, ön is 30-at mondott, hogyha január 1-től a kormány nem teljesíti ezeket a követeléseket, ami 60-70% most magasnak tűnik, hogy teljesítsék, akkor sztrájkba lépnek a pedagógusok? Egyértelműen, de szeretném hangsúlyozni, hogy ez a 60-70% ez arra kell, hogy a pályáról történő elvándorlást megállítsuk, és a pedagógusoknak megfelelő létszáma legyen a közoktatásban. Tehát ez egy kényszer. Akkor úgy kérdezem, hogy ha nem lesz mondjuk 30%-os emelés januártól, akkor jöhet már sztrájk?
egyértelműen ott akkor meg kell lépnünk, mert a munkaterheket tovább nem lehet növelni, a kormánynak pedig nem marad más mozgástere, csak a munkaterhek növelésével lehet majd a feladatokat ellátni. Az elégséges szolgáltatásokról ugye meg kell egyezni, ebben meg fognak tudni egyezni? Hát várjuk ebbe is a kormány ajánlatát, mivel a helyettes államtitkár úr olyan megbízó levéllel jött, amiben csak a PDS neve szerepelt, és a miénk nem, ezért még rendes tárgyalásokat nem tudtunk folytatni, tehát meg kell várni azzal, hogy a kormány milyen ajánlattal áll elő, és majd utána tudunk erről bármit is mondani. Köszönöm szépen Totyik Tamásnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra. Én köszönöm szépen a megkeresést.